Ja. És akkor így ülsz a sötétben így a faházban, és így el vagy, így lobolgat, meg minden. De pedig ott az ablak, és még sincs akkora fény. Meg oldatolnak a fák. Na most miért mutassak nektek? Tudom én, itt a fa. Itt is van egy fa. Ott is van egy fa, van itt minden, mind a csúcsúban. Na, szépen ez simán lenéz oda. Leesik. Gondoltam, csinálok itt lent videót, mert itt azért jobb. Csend van, meg nyugalom, annyira nem mászkálnak az emberek. Most itt azért el tudsz vonulni, azt el tudsz lenni. Annyi a helyzet, hogy most így fura, hogy ilyen sötétes. Pedig itt az ablak, ott az ablak, látjátok, ott. Ott a fény. Hogy miért nem jön be a fény, azt nem tudom. Mostanában így eltűnődtem. De jó, meghúztam. Ezt a rész, hoppá, nézd, a leesik a fakéreg. Le, menj oda. Oda menj. Jó van. Tegnap jó megjártam a 3000 forintos telefonálványt, amit vettem az Euroleague-ba. Valamiért eltört az egyik láb része. Aztán majd megragasztom szerintem, hogy lehet, hogy miatt kell vásárolnom, nem tudom. Majd ahogy alakul. Aztán most találtam egy ilyen szemüveg tartó tokszerűséget, és annak támasztom neki a telefont, és úgy videózok. Mondjuk itt az állvány, itt van. Nem kamuzok, tehát itt az állvány, csak nem használom. De el van törve a lába, nem tudom, mennyire fogjátok látni ezt a dolgot. De most itt nem látszik, mert olyan, mint hogy semmi baj nem lenne, nem látjátok, mert nem úgy itt a lába. Tehát ez három lábú, csak az a baj vele, hogy látod, ez csak kettő lett, mert a harmadik az így levált róla tegnap. Vlogoltam ugye aztán, ez így, ennyi. Mondjuk, oké, így jó, meg minden, mert most így, tudom, én elfektetem, és úgy lerakom a telefon. Mondjuk tök jó, ide támasztom például, vagy így ide rakom, akkor tök jó, mert tudok vlogolni. Vagy pedig viszem magammal, fogom a kezemmel. Az is tök jó, hogy így megfogod a kezedben, és akkor úgy vlogolsz, hogy viszed magaddal mindenhová, mert egyszerűbb lenne úgy, hogy ide belerakod, és akkor így viszed, hogy na akkor hello-tok, mondjuk itt most nincs fény annyira, mert az ablak az elbújt. A háttérben vannak fák. 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 Ez nem ennyi. Az állványt addig ide teszem. Szerencsére azért jó ez, mert itt aldul mágneses itt a lábánál, és összeragadnak, és így nem esik le a lába. Mert ha nem lenne mágneses az alja, akkor leesne az egyik láb is, eltűnne. Mert majd megragasztom. Majd valahogy leszem dolog. Várjatok, mert... Ó, próbálom úgy csinálni, hogy ne legyen probléma. Tehát ne dőljön el a telefon. Nehéz úgy forgatni ezt a fát, ahogy akarom, mert azért... Látod? Így van a faház, meg minden, tehát... És én pedig itt ülök, és én itt közben nektek magyarázok. Hát pedig ez egy 3000 forintos Huawei telefonálvány. Direkt azért, hogy a telefon bele tud rakni, és tudják vlogolgatni, vagy videózni. Majd meglátom, mert most nem sokára majd lehet, hogy vásárolok egy újat. Majd kiderül, ezt a lesz jól unboxing videó. Van róla videó. Ugye erre is van videó, hogy megvásároltam ezt. Nem tudom, hol van, majd valahol biztos megvan, nem tudom. Annyi videót csináltam már, hihetetlen. Ugye kiírtam a Rio Oficiálon, megvan az 1000 feliratkozó, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Szóval kiírtam egy szavazást, hogy legyen egy több videó, és azt szavazták meg legtöbben, hogy legyen több, akár 5 videó. Hát, valami úgy alakul, akkor lesz. Aztán majd valami lősz, amit nem tudsz haladni. Falázom. Ennyi, nem? Már most úgy nagyon sok mindent nem tudok mondani. Eső az eső. Nem mentem sehova, mert a csizma se jó melukas. Másik cipő is beállik, úgyhogy ennyi. Szerintem már ennyi, majd jelentkezem még szerintem videóval. Hát ezt az állványt meg akartam már ragasztani, de nem tudom, de
Mi lesz vele. Azért, mert eltört a lábam, megragasztom, ugyanúgy tud működni, nem? Csak akkor van, nem olyan, mint eredetileg. Csodálkozom, hogy a többi nem tört el, de reméljük, hogy nem is fognak. Na, mondjuk azokon nincs akkor a nehezmény, nem nyomja le annyira, hogy eltörjön. Mondjuk ez nagyon merül, ez a hátsó rész, ez tartja az egészet, és erre megy rá nagyon a súly. Szerintem túl sok súlyt kapott, és így pák. Ez így bemondta a szolgálatot. Na mindegy, hát majd lesz valami, szerintem megragasztom majd. Hát talán nem fog készülni videó, hogy megragasztottam, hanem el fogom mondani, hogy megragasztottam, működik mérnek. És hogy milyen lett. Majd szerintem, de a hónap lesz hétfő. Na jó, ez ilyen érdekes. Na ide a fadarab, hogy itt elbújt. Viszont meg néha ilyen fadarab, ez hogy mersz elbújni. Tehát megy a lehelyen. Úgy, mennyi, így egyszerűen eldobod, az kész. Tehát így fogod a fát, azt a helyedre. Na ezt jól eldobtam, az most majdnem a lefózult. No, de ennyi lenne ez a bok. Nem? Deszka, deszkát törnem, de tök. Most nem törünk deszkát, mert minek. Túl hangos a deszkatörés. Tényleg, nem, nagyon viccelek, komolyan mondom. Hú, komolyan mondom neked, hogy... Tehát ilyen hangja van, nem? Tehát ez ilyen kellemes. Kellemes a hasznossal. Ó, micsoda kényelem. Micsoda boldogság. Micsoda érdekes irány. Hát ez... Lábba törni valamit. Ide, ide. Tized akkor így. Ezt valamit. De kellemes, ahol mi van. Igazi szekrény. Ezek nem nagyobbak, ezek befeljük, amit. Na, ez már stabilabb, mint a svájci frank. A nadrágom el ne szakadjon. Mert azért az nem egy kellemes dolog, a nadrág szakadás. Ebből még tudunk megtenni a biciklet. Mire jó a bakancs? Mire jó a bakancs? Deszkatörésre, hát ilyen szekrény. Ajtók és egyebekre. És milyen szépen egy picikék beállítók, nem? Ennyi. Itt a fejszeden, minek fejszére csapkodni. Van egy jó bakancsod, jó mondjuk nem arra kell használni a bakancsod, hogy deszkát törsz. Azt a mindegy, ez tök király. Ez nagyon csattam. Ez jó volt. Na, ennyi lenne a mai műsor. Dobjatok egy lájkot, hogyha tetszett a videó. És feliratkozni a videó alatt tudtok. Ja, szevasztok!